Dr. Csizmadia László úr a Magyar Konzervatív Alapítvány képviseletében szól hozzánk, előadásának a címe Patrióta mozgalommal a nemzet felemeléséért. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Emlékezünk a kommunizmus áldozataira, és közben a posztkommunizmus szedi újabb áldozatait. A módszer megújult, nincs kötél, golyó, legfeljebb gumiba csomagolva, nincs ötönítélő bíróság. Helyette van álságos privatizáció, IMF gyarmatosítás, mutyi offshore cégek, parlamentbe bebetonozott pártkatonák, hitelek, pályázati pénzek a rendszer kiszolgálóinak, amit a pártoknak visszaosztanak. Elég csak annyit mondani, hogy a mai vagy tegnapi hírekben is olvashattuk, hogy Szucsák János 1,5 millió forinttal támogatta a Horn, vagy gondolkodóba esett Nyers születésnapját. A nyílt erőszak helyett van paraziták által irányított gazdasági szivattyú, amely romba dönti az országot, betegségbe taszítja, tönkreteszi az embereket. A posztkommunizmus, a neoliberalizmussal karöltve, gazdasági polipkarokkal roppantja össze a közjóétenni akaró emberek hitét, életerejét, anyagi biztonságát. És hogy milyen álságos módon csinálja, és hogy hogyan is tudják ezt a posztkommunistát, ezt engedjék meg, egy mai cikkből felolvassak egy-két sort, amikor is Szanyi Tibor, MSZP-s képviselő korábbi nyilatkozatára bankelnökünk Simor válaszol. Szanyi ugye azt mondta, hogy a jegybank környékéről bilincsbe kell elvezetni a bankárokat. Simor a parlamenti képviselő kritikájára válaszolva megjegyezte, a parlament épülete is a környéken van. Hát csodálatos. Miért is kell nekünk harcolni? Mert tudják ők, hogy kicsoda. Tehát ez egy nagyon szomorú dolog. A kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben, csak azért még megismételnék egy számot talán, amikor több mint 18 ezer milliárd forinttal tartozunk, amikor a nemzeti vagyon sem elégséges a visszafizetésre, akkor mit tehetünk? Mi a megoldás? Hát én úgy gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy az úgynevezett magyarországi boltot be kéne zárni. Le kéne húzni a rollót, és utána kellene csinálni egy leltárt. A leltárnál meg kéne állapítani a leltár hiányt, és ha megvan a leltár hiány, akkor következik a felelősségre vonás. És ha megvan a felelősségre vonás, akkor következhet az új áru, ha tetszik a magyar áru, egy kicsit játszunk ugye a magyar áru problémájával és a magyar termelők problémájával, és kellenek az új vezetők. Ennélkül nincs megoldás. De addig is, hát fel kellett volna oszlatni a parlamentet. Tegnap ezt tudjuk, hogy nem sikerült. De mire van szükség, és itt érnek tulajdonképpen az előadásom lényegére, szükség van egy negyedik erőre. Én ezt ennek hívom, lehet ezen vitatkozni, hogy ez a média vagy a civilek ereje. A negyedik erőre, amelyik a hatalmi ágaknak a jelenlegi kuszaságát valahol helyre tenné. Mit látunk ma? Azt látjuk, hogy a hatalmi ágak közül a kormány rátelepedett az igazságszolgáltatásra, és rátelepedett a parlamentre is. Ez egy nonsens helyzet. Ennek a kiegyensúlyozásához mindenképpen a civilekre lenne szükség, mégpedig olyan civilekre, akik másodállásba hajlandók patrióták lenni. Ez nagyon fontos. Mert én patriótának azt tekintem, aki kilép a családi életéből, és azt mondja, hogy másodállásban legalább 1-2-3 órát a környezetemre, a gazdaságra, időt fordítok, és igazán jó kis lokálpatrióta lesz. A civil szerepkör ebben az esetben mindenféleképpen a parlamenti képviselők felé kell, hogy irányuljon, hiszen azt látjuk, hogy a parlamenti képviselők tulajdonképpen azt csinálnak, amit akarnak, szükség lenne a közéleti cselekvésre.
A közéleti felelősség fogalmának bevezetése és érvényesítése az egy nagyon fontos dolog. A vezetőknek nincs jelen abban Magyarországon felelős viselkedése. A felelősségre vonás pedig három módon történhetne, erkölcsi, jogi és politikai eszközökkel. Tehát, megismétlem, a civilek felfegyverzésére lenne szükség. Ez mit jelent? Közéleti tudatosságot, aktivitást, személyes felelősségérzetet, az állampolgári jogok és kötelezettségek rendszeres oktatását.